Kecskemét a demenciával élő polgártársait befogadó közösséggé, demensbarát környezetet kialakító településé kíván válni a közeljövőben. Olyan várossá, amely a szakemberek szoros együttműködésén alapuló megoldásokat kínál, a demenciával érintettek a családtagjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek számára is. Kecskemét közgyűlése a képviselők egyhangú támogatásával fogadta el 2019-ben a város idősödési és idősügyi koncepcióját. A fenti célok figyelembevételével indult el a Kecskemét Demencia Akcióprogram 2020-2022 elnevezésű program az önkormányzat és a Módusz Alapítvány együttműködésében. Első lépésként egy helyi demencia kutatásra került sor, amelynek eredményeként már meg is kezdődött kecskeméten a demencia koordinátorok hálózatának kiépítése. Ezek olyan magasan képzett szakemberek, akik segítenek az érintetteknek és családtagjaiknak a személyre szabott tájékoztatásban, továbbá a rendelkezésre álló lehetőségek, kapacitások feltérképezésében. Kecskeméten öt demencia koordinátor látja el a fenti feladatokat, várhatóan 2021. januárjától az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóságának alkalmazásában. A koordinátori hálózat kiépítése mellett az akcióprogram további fontos eleme a korai diagnosztika hatékonyságának fejlesztése, a szakemberek demencia specifikus képzése, a korszerű digitális jóléti technikák elterjesztése és a hozzátartozói önsegítői csoportok támogatása. Az akcióprogram további részleteiről az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a nemrégiben létrehozott Ginkonet Kecskemét közösségi oldalon.